Sziasztok! Most itt vagyok a Dunaparton, mert már nagyon régóta ígértem nektek egy lábizmozós videót, de mindenképpen kint szerettem volna megcsinálni, de ugye szakadó hó, szakadó eső, mínusz 15 fok, szóval nem volt egyáltalán alkalmas az időpont, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ma süt a nap végre, vagy most pont elment, de minden esetre szerintem egy elég erős lábizmozás lesz, mert én nagyon rég csináltam lábnapot, valahogy kimaradt, nem tudom, így a jóga, a hasizom, meg a kardió mellett, de minden esetre szerintem nagyon hatékony lesz. Bemelegítésnek én sétáltam körülbelül 15 percet, mire ide eljutottam, de hogyha egy ilyen 10 percet, negyed órát sétáltok, vagy ugrókötelesztek, az is tökéletes, most ebben nem lesz bemelegítés, de ugyanúgy fontosnak tartom azért egy kicsit bemelegíteni a testet egy edzés előtt, főleg, hogyha kint csináljátok, szóval most azért hideg van, és be kell kicsit melegedni, de nem is húzom több az időt, kezdjük! A klasszikus kitörésekkel fogjuk kezdeni, ebből mindkét oldalra csinálj meg 15-öt. Hogyha van elég helyed, mint például itt nekem, akkor sétálhatsz is vele, de hogyha nem megy, akkor az is lehet, hogy csak így előre lépsz és vissza, másik lábbal előre is vissza, és úgy is tökéletes a gyakorlat. Itt figyeljetek oda, hogy ne menjen 90 foknál kisebb szögben a lábatok. Nekem itt néha azért ment, de főleg amiatt, mert lejtett a talaj, és egy kicsit kompenzálni kellett. Mindenesetre figyeljetek a térdetekre, hogyha fáj, akkor lépjetek nagyobbat, ne menjetek olyan mélyre, de szerintem nem lesz gond. A következő gyakorlatból 20-at csinálj meg, helyezkedj el guggolásba, és jobbra-balra lépegetve, mint a rák. A rák szokott így oldalra menni, vagy ez hátrafele megy? Sose tudom, minden esetre csinálj meg ebből jobbra 20-at, és balra is 20-at, összesen 40-et, de hogyha nem megy, akkor felezheted, de figyelj arra, hogy maradj lent, ne nagyon gyere föl, mint hogyha így fölül a fejed fölött lenne egy tető, és nem szabad, hogy beverd a fejed, és így menj jobbra és balra. A következő gyakorlathoz helyezkedj el terpezben, és minél mélyebbre guggolj. Tarthatod így összekulcsolva is a kezeidet, vagy akár nyújtva, ahogy neked jól esik. Ebből csinálj meg 20-at. Itt is figyelj oda, hogy a térded ne menjen a lábfejed elé, szóval próbáld meg minél inkább hátra helyezni a testsúlyt. A következő gyakorlatot, igen, így ne csináld, szóval keress egy olyan talajfelületet, ami egyenes, és ez egy ilyen egyensúly törzserősítő is egyben. A lényeg az, hogy mérlegállásból hozd előre a lábadat, és semmiképpen ne ragd le a földre, szóval maradjon a levegőben. Hogyha úgy érzed, hogy a tartólábadnak a térdén túl sok súly van, akkor nyugodtan hajlítsd be, és érezni fogod, hogy a törzsizmaid, a fenékizmaid, a lábizmaid folyamatosan dolgoznak. Ebből mindkét oldalra csinálj meg 10-10-et. Ó, és a csípőddel ne dőlj ki egyik irányba sem, mert különben ez lesz a vége. A következő gyakorlatból 8-8-at csinálj meg mindkét irányba. Itt lépj ki egy nagyot oldalra az egyik lábaddal, guggolj mélyre, és utána pedig helyezd keresztbe a másik lábad mögé a lábadat, és szintén hajlítsd be, így guggolj egyet, amint ugye látszik is a képen, csak kicsit nehéz ezt elmagyarázni. De figyelj a térdedre itt is, hogy ne csavarodjanak ki, maradjanak irányba, és menj olyan mélyre, amilyen mélyre csak tudsz. És most pedig balettozunk. Na jó, nem, de a balett ihlette egyértelműen a következő gyakorlatot. Tarthatod oldalt is a kezed, vagy hozhatod előre, hogyha úgy jobban esik, és a lényeg az, hogy oldalra rakd ki a lábadat, és amint látod, egy picit érints csak oda a talajhoz, de ahogy hozzáér, képzeld azt, mintha tűz lenne, mintha égetné a lábadat, és így rögtön kapd fel, szóval felfelé dolgozd az izmaiddal, és ebből mindkét oldalra csinálj meg 30-30-at. Pihentetésképpen jöhet egy kis klasszikus guggolás, amiből 15-öt csinálj meg, körülbelül olyan csípőszéles terpezben. Egy egyszerű, de nagyszerű vádli gyakorlat következik, balettól rengeteget csináltuk, és tényleg hatékony. Annyit kell tenned, hogy egy lábon állsz, a másikat felhúzod, és így fél talpra, és visszaereszkedsz folyamatosan. A karodat tartsd úgy, ahogy szeretnéd, én egy picit madárnak éreztem magam ezzel az oldalsó tartással, de ahogy jól esik, úgy tartsd a karodat. Ha megvolt mindkét oldalra, akkor jöhet a két lábas is. Itt körülbelül egy csípőszéles terpezbe állj, és ugyanúgy fél talp, vissza fél talp, vissza 30-at. Elérkeztünk az utolsó gyakorlathoz, ezt még nyomjátok meg a végén, ezt az ugrálós guggolást, 12 darabot, gyorsan pörgessétek meg, és az egész gyakorlatsort még csináljátok meg az elejéről még egyszer.
Az edzés végén ne felejtsetek el nyújtani, és semmiképpen ne rugózzatok, csak mélyen lélegezzetek, és tartsátok ki fél egy percig az adott nyújtást, sokkal jobban fogjátok magatokat utána érezni. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive. Na jó, én túléltem minden esetre, a talaj egy picit trükkös volt, mert nem volt egyenes, ugye, és azt hittem kb. Háromszor, hogy belezúgok a Dunába, úgyhogy inkább próbáljátok egy kicsit nagyobb helyet keresni a gyakorlatokhoz. Minden esetre remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha így volt, mindenképpen nyomjatok egy lájkot, és hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a csengettyűt is, és akkor kaptok értesítést, hogyha jön új videó. És bocsi, csak egy kicsit azért ki vagyok fulladva, meg hideg is van. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, hogyha szeretnétek bármilyen más edzős videót, akkor kommenteljétek, és köszi, hogy itt voltatok, legyetek jók, legközelebb Tali. Sziasztok! City lights looking fine, and I know this is my time.